Bemutatták a mesevariációk darabot a 65-ös számú általános iskolában. A premiért a szülőknek adták elő, emellett vendégként óvodásokat hívtak, hogy tekintsék meg a színes, ötletgazdag előadását az iskola dráma szakkörének. Ők már nem először léptek színpadra, számos alkalommal örvendeztették már meg a közönséget különleges darabjaikkal. Hercegem, most mutasd meg ki a legény a gátor! Állj, te ki vagy? Én a szőkített herceg vagyok, és bárbajra hívhat téged, te gonosz sárkány! Nagy hagyomány az iskolában, több mint 15 éve működik ez a drámaszakkör. Évről évre betanulnak valamilyen mesejátékot, de volt már arra is példa, hogy a 60-i Kocsis Albert zeneiskola tanáraival együtt közösen Prokofiev Péter és a Farkas című darabját adták elő. A drámaszakkörünk játszotta, a zeneiskola tanárai és a mi gyerekeink, azok pedig a zenei aláfestést adták. Hozzátette, a drámaszakkör vezetője, Ambruzsné Bakos Anett mindig nagyon ötletgazdag darabokkal készül, a mostani előadás is tükrözi ezt. Több népszerű mesét dolgoztak fel benne, vidám zenés formában. Így többek között megjelent a színpadon Süsű a sárkány és a Hupikék törpikék, valamint a Mici Mackó szereplői is. Újra gondolták a meséket, modern elemekkel színesítették a darabot. Az előadást követően a nap folytatásaként játékos délelőtre hívták a közönség soraiban helyet foglaló óvodásokat, és megmutatták nekik az iskolát is.